Na és akkor a mai adásra arra tekintsünk leginkább úgy, mint a hétfői folytatására, ami keddi. Hiszen abban kérdeztétek, vagyis igazából azután jött egy csomó e-mail, amiben arról kérdeztétek, hogy milyen egy olaszországi nyaralás, mire kell figyelni, mik azok a szabályok, amiket követni kell. Szóval, hogy adjak egy kis felvilágosítást azzal kapcsolatban, hogy mire kell figyelni akkor, hogyha az ember Olaszországba megy, és mire lehet számítani. Úgyhogy ez valamiféle ilyen, ilyen utazási okoskodós adás lesz. Fura, mert néha egészen úgy néz ki, hogy a kamera az ilyen fair, de a kép meg tök egyenes. Na mindegy, kezdjünk bele. Szóval beszéljünk először is az üzemanyag árakról, amik igen magasak tudnak lenni Olaszországban, és ahogy közéttünk Olaszország felé, úgy lesznek egyre magasabbak. Szlovéniában például ilyen 400 forint környékén tudsz vásárolni 1 liter benzint, viszont ahogy átérsz Olaszországba, elszabadulnak az árak. Igen, ott ugyanis az autópálya mellett jellemzően ilyen másfél euróba kerülnek, ami 450 forintot jelent, azonban van egy pici trükk a dologban. Méghozzá az, hogy ha adott benzinkúton belül egy rossz kúthoz állsz oda, akkor egyszer csak odaszalad hozzád egy fickó, és azt mondja, hogy nem, majd én tankolok. Mi ez az antenna? Na és megtankolja az autódat, és bemész fizetni, és akkor veszed észre, hogy nem másfél eurót fizettél egy liter üzemanyagért, hanem 1,8-at. És ez a különbség, ez a 30 eurocent literenként, ez nem más, mint a kiszolgálás díja. Az önkiszolgáló sorba állsz oda, akkor literenként 100 forinttal olcsóbban tankolsz. Vagy máshogy nézve, hogyha a kiszolgáló sorba állsz bele, akkor literenként 100 forinttal többért tankolsz. A másik nagyon-nagyon fontos szabály, amit már elmondtam a hétfői adásban, ami keddi, hogy alapvetően azért arra nagyon érdemes odafigyelni, hogy egy negyed liter tank az mindig maradjon az autóban, amikor elkezdesz benzinkutat keresni. Erre azért van szükség, mert dél környékén eleve az összes benzinkút bezár, az alkalmazottak elmennek haza, de nagyon sok olyan benzinkút van, ahol éjjel-nappal nincsen egyáltalán senki. Ez nem lenne gond, mert ilyenkor fogod a bankkártyádat, becsúszhatod az automatába és egyszerűen tankolsz, viszont ezek az olasz automaták valamiért nem szeretik elfogadni az európai bankkártyákat. Hogy az olyan európaiakat, amik nem olaszok. És ebből azért elég sok kellemetlenség tud származni, sőt, vannak olyan benzinkutak, amik konkrétan csak egy bizonyos olasz benzinkútkártyát fogadnak el. Szóval érdemes egy jó 200 kilométert rászámolni arra, hogy biztosan találj egy megfelelő benzinkutat, nem árt előre gondolkozni. Tovább! Szállásokat már nagyon-nagyon olcsó lehet találni, leszámítva persze olyan városokat, mint mondjuk Firenze, meg Róma, ahol a belvárosban azért vannak horrorisztikus összegek. Viszont ha bármilyen más olasz városba mész, akkor ilyen 15-20 ezer forintért esténként már találsz a belvárosban egy tök jó szállást, egy-két hálószobásat, amiben kettő, de akár négy ember is elférhet. És ez őrült jó összeg, ennyiért még Magyarországon is nehéz normális szállást találni. És a normális alatt leginkább azt értem, hogy hangulatos, hogy ott van a történelmi város részben, hogy valamilyen régi épületben van, hogy kifejezésre juttatja annak a régiónak a szellemiségét, amiben éppen vagy. Én például a hétfői adásban is bemutattam már azt a tök jó kis umbriai szállást, amiben megszálltam, viszont a Ravennában is nagyon-nagyon jó helyet találtam, és gyakorlatilag mindegyik városból, ha keresel, akkor 15-20 ezerért már találsz valami jót. Kajálás. Alapvetően Olaszországban is bőven van annyi rossz étterem, mint Magyarországon, viszont hogyha TripAdvisorral vagy bármi mással megtaláld a megfelelő éttermeket, akkor abban már nagyon nehéz rosszat enni. Ez azt jelenti, hogy vígan lehet választani a turista menüket, azok sem különösebben lehúzósak, azok sem átverősek, és azok sem rosszak. Ezeket már 18-20 euróért megkapod, ami hogyha figyelembe veszed, hogy négy fogás jelentenek és degeszre tudod enni magadat, akkor azok nem is olyan nagyon-nagyon rossz ára. Egyébként jellemzően fejenként olyan 20-50 eurót érdemes számolni egy jó vagy menőbe hajló étteremben, és fejenként olyan 6-8 euróért már be tudsz pizzázni, ami igazából magyar viszonylatok között sem tűnik olyan nagyon-nagyon drágának. Viszont amire érdemes odafigyelni, az a kenyérdíj, a szervizdíj meg a borravaló. A kenyérdíj az gyakorlatilag Rómán kívül mindenhol érvényben van, mert Rómában ugyan be van tiltva, máshol viszont ülsz az asztalodnál vidáman, és egyszer csak leraknak egy zacskó kenyeret az asztalodra, te meg azt mondod, hogy fasza. De nem fasza, mert hogyha ezt a kenyeret nem akarod megenni, akkor is fel fogják számítani neked ilyen 2-3 euróért. Szóval, hogyha nem akarsz kenyeret enni az ebédhez, akkor amint lerakják az acsit, mondjad, hogy köszönöm szépen, de nyente. A másik a szervizdíj, ezt jellemzően felszokták írni a számlára, és fejenként olyan 2-3 eurót számolnak. Igen, ez azt jelenti, hogy ha négyen ültek az asztalnál, akkor 8-12 euróval kell számolni. Na most ezzel kapcsolatban van jó hír is, meg rossz hír is. A jó hír az, hogy míg Magyarországon a szervizdíj az nem egyenlő a borravalóval, hanem az gyakorlatilag a pincérnek a fizetése, és nagyon sok helyen a borravalót ezen felül értik. Addig Olaszországban a pincéreket eleve tök jól megfizetik, ráadásul a legtöbb étterem az ilyen családi vállalkozás, tehát az dolgozik ott, aki részben tulajdonos is az étteremben. Ez azt jelenti, hogy borravalót azt szinte egyáltalán nem kell fizetni, gyakorlatilag csak a külföldiek kezdték el rászoktatni az olaszokat erre a jelenségre, de mi ne roncsuk el ezt a tök jó kis közeget, van jó fizetésük, nincs szükségük borravalóra. Ha borzasztóan elégedett vagy, és nagyon nagy a számlát, tehát ilyen 50-100 eurós, akkor az olaszok azt szokták csinálni, hogy a legközelebbi ötösekre kitik az összeget. Körekítik, biztos a körnek az ője zavart meg. Szóval kerekítik. Ez azt jelenti, hogy a 53 euró számlánál mondjuk 55-öt fizetnek, és azzal már kifejezésre jutatják, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekünk. Köszönjük, grácie. Egyébként reggelit meg ilyen kis kávézókban is lehet fogyasztani, hogyha kikérsz egy kapucsinót, meg kikérsz egy ásványvizet, meg kikérsz ilyen kis pizzáskákat, meg egy croissant, akkor az egészért fizetsz ilyen 3,5 eurót, szóval ezek nem nagyon-nagyon magas költségek. Még egy nagyon-nagyon fontos jó tanács a pénzfelvétel kapcsolatban.
soha, mondom, soha ne fogadjátok el, hogy az automata diktálja az átváltási árfolyamot. Igen, nagyon sok esetben ugyanis, amikor mondjuk ki akartok venni az automatából 100-200 eurót, akkor az automata megkérdezi, hogy átváltsa ő neked az összeget forintra, vagy ezt ráhagyod az otthoni bankodra. És olyan nagyon kényelmesnek tűnik azt mondani, hogy váltsad át te, de ilyet ne tegyetek. Azért, mert ezek az automaták mindig piszok szemét árfolyamon próbálnak váltani. Amikor én például kint voltam, akkor 318 forintért akart váltani 1 eurót, de én ezt nem hagytam neki, hanem azt mondtam, hogy majd a bankom itthon elintézi, és a bankom itthon 305-ért váltotta ugyanezt az összeget. És gyakorlatilag mindig megvan ez a különbség. Sose hagyjátok külföldön, hogy az automata váltsa át a pénzt euróról forintra, vagy dollárról forintra, vagy bármiről bármire. Ja, és a... És a csafíz, az iható mindenhol. Gyakorlatilag Olaszországban mindenhol iható a csafíz, kivéve ahol ki van írva, hogy nem iható. És akkor beszéljünk egy kicsit a biztosításról is. Igen, mert régebben, amikor még kiskoromban a szüleimmel mászkáltam Európa szerte mindenfelé, akkor az a következő kép nézett ki. Egyeleve nem is volt biztosításunk. Igen, mert akkoriban még nem volt igazi piaci verseny, és olyan sokba került volna biztosítani magunkat ezekre a hetekre, hogy az gyakorlatilag el is vitte volna a teljes keretünket, úgyhogy ha valakinek valami baja volt, akkor az visszatartott a néhány hétig. Kettő, amikor már volt normális verseny, akkor meg gyakorlatilag egy egész napos program volt elmenni az összes biztosítóhoz, mindenkitől bekérni a megfelelő ajánlatot, ezeket egymás mellé rakni, összehasonlítani, megtalálni a megfelelőt, aztán visszamenni a biztosítóhoz és megkötni ezt a biztosítást. Oké, ez így nem is egy nap, hanem inkább másfél. Mert akkor még nem voltak online biztosítók, mert akkor még online sem volt, hiszen a World Wide Webet www. csak 1993-ban tették publikussá, és a történetem szerint most még a 80-as évek végén, a 90-es évek elején járunk. Egyébként a World Wide Webet egy NEC számítógépen fejlesztették, ami Steve Jobs következő nagy projektje volt az Apple után, csak így zárójelbe érdekességkép. Szóval most következzen a szponzorblokk. Igen, mert a mai adást a biztosítás.hu támogatja, aminek a szolgáltatása történetesen tökre egybevág az adásnak a témájával, szóval valamilyen módon akkor is szerepelnie kéne, hogyha nem lenne egyébként szponzor. Biztosításra ugye is továbbra is szükséged van, még az Európai Unión belül is, még akkor is, hogyha az EU-s kártyával ugyanazokat a szolgáltatásokat kapod meg, mint egy helyi lakos, mert van nagyon sok olyan európai ország, ahol fizetni kell az egészségügyi ellátásért a helyieknek, szóval neked is fizetned kell ezekért még hozzá euróban elég sok összeget. EU-n kívül meg aztán teljes katasztrófa, még egy kisebb autóbaleset is, vagy egy közepes egészségügyi beavatkozás, konkrétan elviszi egy magyar család teljes vagyonát, és most nem túlzok, brutális, horrorisztikus árak vannak arra felé. Most viszont már legalább nem kell körbejárnod az egész város mindenféle lehetőségek után kutatva, csak belépsz a számítógépeden, vagy az okosmobilos appodon, és kiválasztod a neked legmegfelelőbb biztosítást. És a biztosítás.hu ráadásul elég jól kiszolgálják az ügyfelet, mert nagyon sokszor nem olvasnod kell, csak ilyen piktogramokra kell kattingatni, ami azt jelenti, hogy egy közepesen fejlett neander völgyi is képes lesz elboldogulni ezzel a felülettel. Kiválaszthatod, hogy hagyományos útra mész, hogy valamilyen sportútra, hogy mivel utazol, és hogy mikor, hogy milyen értéktárgyakat viszel magaddal, és már egymás alatt látod is listázva az ajánlatokat. Tudsz szűrni ár alapján, ha a legolcsóbb ajánlatot keresed, de ki tudod választani azt is, amit a legtöbbre értékeltek a többiek, hogyha úgy gondolod, hogy nem az a heti 1-2000 forint az, ami igazán számít, hanem az, hogy a külföldön baj van, akkor a legjobb szolgáltatást válasz, és én azt gondolom egyébként, hogy azon a heti 1-2000 forinton nem múlik, de hogyha bejut a ménkű, akkor fontos, hogy a szolgáltatásai mögötted van, az faszán működjön. És hogyha valahol elakadsz, akkor van lehetőség csetelni a cég munkatársával is, aki segít a problémákban. Én kipróbáltam, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy chatrobottal beszélek-e, vagy élő húsvér emberrel. Most vagy egy hazudó chatrobottal beszéltem, vagy egy húsvér emberrel. Mindenesetre a válaszokban nem derült ki, hiszen azok nyilvánvalóan teljesen korrektek voltak. Amikor meg rákérdeztem, akkor azt mondta Márta, azt hiszem Márta, ugye? Márta vagy Mária? Na, már bezártam. Szóval, hogy azt mondta, hogy ő egy igazi ember, és kénytelen vagyok elhinni neki, hogy ő egy igazi ember. Kötés után e-mailben megkapod a kötvényt, SMS-ben meg a kötvény számot, meg a biztosítónak az elérhetőségét. Ez azért nagyon jó, mert nem kell semmiféle papírt magaddal vinned, hogyha bármi baj van, akkor bediktálod a számot, ha meg valahol elakadsz, akkor felhívod a biztosítót, mondod a kötvény számot, és mindent intéznek. Egyébként az egészet el tudod intézni az okosmobilos alkalmazásból is, amiben ráadásul mindenféle segélyszámok is vannak, odalent a videó alatt megtaláljátok a linkjét. És hogyha már szponzor blokk, akkor járjatok jól mindannyian ti, szóval kértem a biztosítás.hu-tól kedvezményt, és az a helyzet, hogy meg is kaptuk, szóval ha a videó alatt található kódot beírjátok az oldalon, akkor gyakorlatilag mindegyik biztosításra kaptok mindannyian 10% kedvezményt. Na és akkor most mutatok valamit! Azért elég keményen meleg van, nem? Szóval voltam néhány évvel ezelőtt Indiában. Ez körülbelül olyan, nem is olyan 2013 környékén lehetett, 2014-ben még Dáviddal. Forgatáson extraktort forgattunk, egy helyi gyógyszergyárat kerestünk fel, és az a helyzet, hogy én egészen addig az utazásig nem nagyon bírtam a meleget, viszont ott valami örökre megváltozott. Mégpedig az, hogy Indiában annyira elviselhetetlenül meleg volt, hogy egyszerűen egy idő után fel sem merült az, hogy foglalkozzak a meleggel, hiszen belehaltunk volna. De konkrétan próbálkoztam azzal, hogy vékonyabb ruhát veszek fel, próbálkoztam azzal, hogy lassan megyek az utcán, próbálkoztam egy csomó mindennel, viszont
minden egyes esetben az volt, hogy amint elhagytuk a 18 fokra a hűtött szállodát, egyszerűen elkezdett ömleni rólunk a víz. Csak amikor a harmadik nap környékén ezt a problémát egyszer csak elengedtem, mert rájöttem, hogy vagy elengedem, vagy nem fogok tudni ott létezni. És érdekes módon azóta engem nem különösebben zavar a meleg, viszont ez, ami most van, te miért élesztesz? Egy kicsit fel kell pumpálni a gumit. Ez működik egyáltalán? Vagy most annyi történt, hogy teljesen leengedtem a gumimat, és levegő meg nem megy bele. Ez most komoly? Ez most tényleg tök komoly. Mindjárt folytatom a történetet, csak most az van, hogy eljöttem ehhez az utcai pumpálóhoz, amire az van írva, hogy nézzétek. Ott van. Ingyen levegő. Ingyen levegő. És ez elvileg arról szól, hogy az ember fel tudja pumpálni a bicikliét menet közben, hogyha leeresztene a gumi. De most ehhez képest rákötöttem a csőre, egyből leeresztett minden levegőt, ami benne volt a gumiban, viszont úgy nézem, hogy nem nagyon fújja bele. Tehát, hogy a helyzet az egy kicsit most problémás. Tehát nekem így kéne akkor most közlekednem Budapesten. Ebből nem ilyen egyáltalán. Hát amire mindenképpen vágyik az ember az ilyen rettenetes, rekkenő hőségben, az az, hogy pumpáljon egy ilyen csővel, de mint hiába, mert a bringa gumiban nem megy semennyi leveg. Szóval befejezem a történetet, az a lényeg, hogy India óta gyakorlatilag nem nagyon érzékelem a meleget, még a legnagyobb rekkenő nyári kánikulában sem, zavar még biciklizés közben sem, ha süt a nap, és még az sem, ha elmegyek egy busz vagy egy teherautó mellett, amiből ömlik ki a légkondinak a hője, viszont most azért ezt egy kicsit elkezdtem érezni, ez egy icipicit azért úgy összezavart, és hát nagyon szépen szeretném megköszönni az 5. kerületnek, hogy ilyen ügyesen. Hát, hogy ilyen ügyesen fenntartja ezeket az eszközöket, és nem szúr ki teljesen az emberrel, mert hogy én most nem tudok tovább menni biciklivel egyszerűen sehova sem. Tolni meg annyira nincs kezem. Látjátok? Nem. Ez úgy nem működik. De mindegy, igazából amúgy sem ide akartam jönni, hanem mutatni akartam nektek valamit. Áttoljuk oda a bringát, és hát, ha van menet közben egy bringa szerviz, ahol felpumpáltatom, vagy valami ilyesmi. Olyan szinten leeresztette a gumit, hogy konkrétan még tolni is problémás róla, mert hogy mindjárt lejár róla. Le fog járni a felnéről a gumi. Isteni. Szóval akkor most úgy fogunk menni, hogy igazából az első kereket meg a bringának a felét a karomban tartom, mert hát máshogy nem nagyon lehet, egy kicsit meg kell emelnem a földtől, de végéseimből nem áll egy ilyen 8-9 kilót azt átszipelni fél Budapesten. Szóval az a helyzet, hogy amiről még beszélnünk kell, mert amiről még nem is nagyon beszéltünk itt a videóban, pedig nagyon-nagyon fontos, vagy legalábbis egy kicsit fontos, de nekem tetszik a projekt, szóval, hogyha minden igaz, akkor néhányatokkal holnap fogok találkozni, egészen pontosan 6:45-kor a Csepel Plázában. Ott lesz ugyanis a Bus is coming. Ott lesz ugye is az első ilyen, hát mondjuk úgy, hogy Magyarósi Csaba filmklub, ami a minden igaz ilyen sorozat lesz, és időnként ilyen tök jó filmeket fogunk majd tudni megnézni közösen. Ez nagyjából annyiból áll, hogy megveszitek a mozi egyet, mint egyébként is, viszont a mozi előtt beszélgetünk, egy kicsit megnézzük együtt a filmet. Köszönöm. Szóval megnézzük együtt a filmet, és a mozi után megint beszélgetünk egy kicsit. Úgyhogy akinek van ideje és kedve, az holnap 18 óra 15-kor, tehát csütörtökön, okvetlenül, hello, bocsánat, elnézést, régó prontográcia. Szóval, hogy akinek van kedve, az holnap 18-15-kor jöjjön el a Csepel Plázába, a Sötét Toronyra, és odalent a videó alatt lehet találni a linket, ahol meg is lehet venni, azt hiszem, előre a jegyet, hogy hát nem árt előre megvenni a jegyet, hogy mindenféleképpen jusson nektek hely. És ezzel a projekttel vannak őrületes terveim, szóval, hogy ebből ki tud nőni egy csomó minden túl azon, hogy megnézzünk egy-egy filmet időnként, de hát erről majd később, most keressünk egy pumpát. Valami történik. Há, működik. Csak megoldódik végül. Végül is volt egy kis bosszúság, de megoldódott. Ez a napon pumpálás, ez edzi a jellemet. Na szóval az adás utolsó részében még megnézünk egy kiállítást, de nem akármilyen kiállítást, hanem egy kiállítást. Ez a kiállítás ugyanis a Titanicról szól, és nem tudom, hogy pontosan mire számít, csak viszont ami képeket eddig láttam belőle, az alapján elég izgalmas, mert nem csak elhoztak egy csomó mindent a Titanicról, vagy legalábbis mutatnak egy csomó mindent, ami olyan, mint ami a Titanicon is volt, hanem azt hiszem, hogy ilyen komplett szobákat is felépítettek ott az eredeti Titanicnak a mintájára. Azt nem mondom, hogy az egész hajót berakták a Király utcába, de hát mindjárt meglátjuk. Jöttünk. Na hát,
már azért mindenképpen érdemes ide eljönni, mert körülbelül 13-14 fokkal hűvösebb van, mint odakint, és egyébként is vannak tök érdekes blokkok ezen a kiállításon. Az egész azzal kezdődik, hogy megismerjük a történelmi hátteret, hol tartott akkoriban a művészet, a gazdaság, a politika és a többi. Majd utána jönnek azok a tárgyak, amik a Titanicról származnak, és jönnek a sztori. Ki volt a kapitány, kik voltak az utasok, és hogy milyen életutat jártak be. És ez alatt megtudsz egy csomó érdekes információt, például az, hogy az első osztályú kabin, amiből volt vagy 750 darab ezen a hajón, az ilyen 18 millió forintba került, de volt két ennél is luxusabb kabin a hajón, ami meg 28 millióba. Mindeközben a harmadosztályra meg kb. 250 ezer forintba került egy nyilván mai áron számolva, ami azt jelenti, hogy valamivel többbe került az utazás, mint repülőgépen, és mennyivel hosszabb ideig tartott. Mármint, hogy többen, mint ma a repülőgépen. De nyilvánvalóan a legérdekesebb az, amikor berendeznek komplett belső tereket, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen is volt a Titanicon utazni, és ez a hely például pontosan ilyen. Szeretném leszögezni, hogy ez nem egy szponzorált hirdetés, csak gondoltam, ez egy érdekes kiállítás, és mindenféleképpen meg akarom mutatni nektek. És hát a mai adás az nagyjából ennyi, még nézzünk meg együtt néhány érdekes vágóképet erről a helyről, és holnap megtalálkozunk. Sziasztok! I'll leave the sun behind me, and I'll watch the clouds as they